Vantara Gyulával, Békés Csaba polgármesterével beszélgetünk itt az országgyűlésben. Polgármester úr a idei szezontól országgyűlési képviselő Fidesz színeiben. Arra kérdem, hogy egy pár szóban eddig értékelje az elmúlt pár hét munkáját. Hát elég nehéz meneten vagyunk túl, valamennyien az országgyűlés tagjai. Nekünk újoncoknak ez ugye elég nehéz munkatempót jelentett. Most már beállt az országgyűlés rendje abba a ütembe, amelyeket korábban is tudtunk, és most már várhatóan működik is. Indok az nyilván közismert, ugye 5 törvény került elfogadásra, és 27 törvényjavaslat van most az országgyűlés asztala előtt. Ezt vállaltuk, ezt csináljuk, tehát különösen meglepetés nincs. Az ütem ez egy kicsit felfokozott volt, de most már beálltunk a rendbe, úgyhogy most már tudjuk az otthoni dolgainkat is kezelni. Mi az, amit kiemelne az eddigi munka során? Én úgy gondolom, hogy az a gyorsaság, az a sebesség és az a határozottság, amivel a Fidesz frakciója és a miniszterelnök úr is, most már kijelölt miniszterelnök úr is fellépett, ez valamennyi tévénéző, az ország közvéleménye, aki kicsit figyelemmel kíséri a politikát, mindenütt pozitív visszhangot váltott ki, nekünk pedig azt a munkatempót jelenti, amivel látszik az a haladás. Nyilván most a nagyobb kérdésekben, és aztán majd a részkérdésekben születnek döntések, és ez biztató. Én különösen a holnapi napot ajánlanám majd mindenki figyelmébe, hiszen olyan jelentős bejelentések fognak történni, amelyek tisztázzák ezt az elmúlt hétvégi problémakört.